Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya ünnepe alkalmából immár hatodik alkalommal szervezték meg a magyar nemzetiségű hívek zarándoklatát az Arad megyei Máriaradnán. Sokan érkeztek a környező falvakból és a határ túloldaláról is. A magyarok nagyasszonya ünnepén zsúfolásig megtelt a templom Máriaradnán, a történelmi Magyarország jelentős kegyhelyén. Veres András győri megyés püspök szentbeszédében hálaadásra buzdította a híveket. Jöttünk köszönteni a Szuzanyát, mert ő a magyarok nagyasszonya. És ez az ünnep mindnyájunkat kell, hogy hálaadásra késztessen, mindazért, amit magyar nemzetiségünk, magyar nemzetünk kapott a Szűzanya közben járását. A 18. századi barokk stílusú ferences rendi templomáról és kolostoráról híressé vált búcsújáróhelyen 6 éve merült fel az ötlet, hogy külön búcsújárónapot szenteljenek a környék magyar nemzetiségű hívei számára. Szükséges és jó esik, hogyha az egész szentmise, meg a többi szertartás is magyar nyelven folyik. És egyre többen jönnek el, hál' Istennek, tehát bevált ez az ötlet. Ilyenkor nem csak a Bánságból, Párciumból és Erdélyből érkeznek zarándokok, hanem magyarországi hívek is eljönnek a Szűzanya szentélyébe. Egészségért, lelki békéért imádkoznak. Igazából kirándulással együtt, mert utána megyünk Aradra imádkozni, meg azért jöttünk, hogy a szüleim meg a családom minden rendben van, legyen velük. Meg egy nagyon jó kikapcsolódás, meg feltöltődés, lelkileg, mint testileg. Másrésztről a magyar szentmise az anyanyelvápolást is szolgálja a Kárpát-medence magyarajkú hívei számára. Ugyanakkor hozzájárulva a határ két oldalán élő magyarok közti kapcsolatok megerősítéséhez.